Szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy kép, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, mézides hang beszélt. De nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részem nem leszek, lehet majd, hogy esek, kelek, de nem adom el a szívem, nem adom el. A képezett részem nem leszek, lehet majd, hogy esek, kelek, de nem adom el a szívem, nem adom el. Micsoda fantasztikus produkciót hallhattunk. Szimfonikus rock and roll, most már van ilyen is. Köszönjük szépen Olá Ibolyának, valamint gratulálunk és köszönjük szépen az elmúlt hetek fantasztikus zenei kíséretét a Backline zenekarnak, Jókor Tamásnak, Madarász Gábornak, Binder Norbertnek, Fehér Lilinek és Pap Csabának jár a hatalmas taps. Köszönjük szépen! Drága zsűri, halljuk, hogy tetszett. Misi, kiolvastad az újságot, minden infót megtaláltál. Nem szerettem benne volna kiolvasni az újságot, jobb szerettem volna figyelni a produkcióra. Nem tudtad elterelni a figyelmét, látod? Nem, nem, de egy művész feladata az, hogy megnyerje a közönséget, és a zsűrit sikerült. Az jutott eszembe a kisfilmedben, azt hangzott el, hogy megeszed a kalapot, hogyha te fogsz nyerni. Azért nagyon sokan kíváncsi lennének, arra hogy milyen íze van a kalapnak. De viccet félretéve, a tenyereden az volt a dal cím, hogy Nem adom el. És én az E betű elé simán oda tudnék bigyeszteni egy F betűt is. Hogy nem adom fel. Mert te nem adtad fel. Ott még van egy hely a másik tenyereden. Úgyhogy szívből gratulálok ehhez a produkcióhoz, és ahhoz, hogy vetted a bátorságot, vetted a merszet újra nekilódulni ennek a nem igazán sima útnak. Isten áldjon, örülök. Köszönjük szépen, Kati. Te ott valamit bőszen jegyzeteltél. Elárulod? Igen. Hát, amit el fogok mondani, hogy a nóta remek, te zseniális vagy, és elmondtad előttem, amit akartam, hogy... Most már olvashatok? Igen, olvasom. Nem táncol velem, és nem érdekli, hogy mit beszélek. Hát nem veled fog randizni. Nyíregyházán fogok táncolni veled.
Szóval, hogy kevés. Te ilyen főszereplő csávó vagy. Is. Mindig rólad kell szóljon. Nem. Tedd le az újságot. Kati, használjuk ki az alkalmat, hogy olvas. Tied a szó. Hogy kevés befutott előadó jött el a dalba. És az jutott eszembe, hogy mennyi alázat kell ahhoz, hogy neked az a fontos, hogy te énekesnő vagy, és van egy itangos nótád, ezért itt vagy is megmutattad, és nem is tudunk hozzá semmit. Elénekelted, eljátszottátok, és már nem kérünk semmit, csak elnézést. Kegyetlen volt. Nekem lehet egy műsoron kívüli mondatom? Hát várjál, műsorban vagyunk. Bocsánat, akkor egy műsorban lehet egy plusz mondatom? Tehát ez, hogy itt két éve ülök a zsűribe, én találkoztam egy csomó előadóval, aki meg akarta fejteni, ki akarta találni meg mindent, és te meg igazi vagy. Te meg nekiállsz és rock'n'rollt énekelsz. Rock'n'rulla. Az vagy te. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen az igazi Olá Ibolyának. Kérlek, fáradj fel a páholyba.